15. fordulót rendezték az elmúlt hétvégén a megyei első osztályban. 4 mérkőzésen idegenbeli siker született, a Kemecse 2-0-ra nyert Tarpán, az Újfehértó 4-0-ra győzött Nyírmegyesen, a Vásáros Namény 5-2-re verte a Fehérgyarmatot, a Baktoló Rendháza pedig Ibrányból vitt el a 3 pontot 2-0-ás győzelmével. 4 találkozón a hazai szurkolók örülhettek. A Nagyecsed 4-1-re nyert a Máté Szalka ellen, a Nyírgyulaj 3-1-re múlta felül a Kisvárda 2-t, a Balkány 4-1-re bizonyult jobbnak a Tiszakanyárnál. A forduló rangadóján a Nagyhalász 2-1-re verte a Mándokot. Nagyon küzdelmes és nehéz mérkőzés volt, ugye a pályatalaja is csúszós volt, a játékosok nagyon küzdöttek, hajtottak, és emiatt voltak olyan szabálytalanságok, amik ugye a sárgalat vagy akár a piros lapot is súrolták. Küzdött mind a két csapat, nyerhetett volna a vendégcsapat is, most vagy nem sajnos nyilván, hál' Istennek nekünk sikerült megszereznünk a 3 pontot, de még egyszer mondom, ez alakulhatott volna fordítva is. A vendégek edzője Mirgai László szerint is pontszerzési lehetőséget szalasztott el csapata. Azt gondolom, hogy a döntetlen reális lett volna. Szerintem ez a büntető, ahogy én láttam a kispadról, nem volt az, és az a szomorú, hogy nagyon jó vezett a játékvezető a meccset, és szerintem egy 11-esre eldönteni egy mérkőzést ilyenkor nem fair. Az a baj, nagyon kevesen vagyunk, ma se tudtam belenyúlni a meccsbe. Egyik héten vagyunk, másik héten nincsenek a kisvárdaiak, most is ifistát kellett beállítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a 11-12 játékos, aki hétről hétre játszik nálam, az nagyon nagy erőssége ennek a Mándoknak, viszont 5-6 embert mindenképpen igazolni kell, mert ez nem állapot, hogy hétről hétre a kis padon üres. A tabella élén a Nyírgyulaj 34 ponttal, megelőzve a 33 pontos Nagyhalászt és a 28 pontos Vásáros Naményt. A 27 pontos Mándoknak van egy elmaradt meccse, vasárnap Újfehértón lép pályára Mirgai László együttese. Még egy mérkőzést pótolnak vasárnap, a Nagyecsed Balkányban zárja az őszi szezont.